ベスプレム社と岐阜県は岐阜megye és Magyarország Herend között nagyon szoros együttműködés van porcelán és kerámia tekintetében. Nagyon különleges volt, amikor online megkötöttük ezt az együttműködési megállapodást. Talán erre nem szokott sok példa lenni. Mégis azóta a kapcsolatunk egyenes irányban felfelé elkezdett fejlődeni. Már is két alkalom volt arra, hogy a herendi porcelánokat kint Gifuban be tudjuk mutatni egy kiállítás keretében. Ez a mai kiállítás megnyitója is ennek a szoros együttműködésnek a következő lépcsője, amikor is itt a Herendi Múzeumban a Minó kerámiát mutathatjuk be. Vezérigazgató úr az ebéd folyamán egy nagyon különleges történetet mesélt el nekünk, és úgy fogalmazott, hogy Herend számára a második felesége. Én ezt úgy értelmeztem, hogy ez azt jelenti, hogy egy örökké fennálló szerelem van vezérigazgató úr és Herend között, ugyanúgy a herendi márkához való kötődése, ez egy lelki kötelék. Mindezt hallgatva megbizonyosodtunk abban, hogy nincs is jobb partner, mint vezérigazgató úr erre a közös együttműködésünkre. Minoyaki, a Minó kerámia történelme 1300 éves. Először természetesen mindennapokban használt étkészletek, edények formájában jelent meg a Minó kerámia, majd aztán később a háborús időszakban a szamurájok teaszertartásához használt tea edényeivé vált. Innentől kezdve folyamatos fejlődését a mai napig láthatjuk. Gifu megyében megalapítottuk a kerámia völgy területet. Ez egy olyan vidék, ahol sűrűsödik és megtekinthető a Minó kerámia minden formája. Ma megnyitásra kerülő kiállítás címe Minó ezer arca. A sokszínűséget, a diverzitást, ezt szeretnénk bemutatni a magyar közönségnek. Szeretném bejelenteni önöknek a jövő évben Gifuban megrendezésre kerülő két különleges eseményt. Az egyik három évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Kerámia Fesztivál. A másik egy olyan nemzeti kulturális főváros esemény, amihez hasonlatos a mostani Veszprémi Európai Kulturális Főváros esemény. Szeretném mindenkit meghívni, természetesen Veszprém vezetését is, vegyenek részt ezen a közös rendezvényen, és közösen jelenjünk meg ott is. Még egy bejelenteni valóm van ma. Tegnapi nap történt számomra egy nagyon emlékezetes esemény, amikor is a magyar parlamentben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntettek ki, ezzel is elismerve a munkámat. Szeretném önökkel megosztani ezt az élményt, hiszen a kerámián, a porcelánon keresztül sikerült ezt elérnünk közösen. Hálás szívből köszönöm mindazoknak, akik jelen vannak, akik nincsenek jelen, azoknak is, mindazt a támogatást, amit adtak a közös projektünk, a közös programunk létrehozásában, hiszen ezért lehetünk itt most közösen, és remélem, hogy hosszú éveken tartó közös munka vár még ránk. Szeretném köszönteni köreinkben először is Simon Attila vezérigazgató urat, Polgár Dímre megyei közülés elnökét, Orga Gyula Veszprém polgármesterét, Furuta kormányzó urat, Yamada Gifu Magyarország Baráti Társaság elnökét, Nojima Ikuo Gifu Prefektúra Közgyűlés elnökét, és mindenkit, aki itt van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én is itt lehetek a megnyitón, hiszen Herend lényegében a szívem csücske, nagyon boldogan jövök ide vissza, és mikor meghallottam, hogy Minó kerámia kiállítás lesz, boldogan tettem eleget a meghívásnak.
Egy rövid történeti áttekintést engedjünk meg magunknak. 2019 volt az az év, amikor is Magyarország és Japán diplomáciai kapcsolatainak megkötése 150. évfordulóját ünnepelte. Nem vitás, hogy 150 év alatt Magyarország és Japán között nem csak üzleti, gazdasági kapcsolatok, hanem művészeti, baráti és minden területre kiterjedő kapcsolatok születtek. Nem véletlen, hogy ezt szóba hozom, hiszen 2019-ben Herenden járt a Gifu prefektúrából egy delegáció. Ők voltak azok, akik először eldöntötték, megfogalmazták azt, hogy valamilyen közös együttműködésre lenne lehetőség, így megkötetésre került 2021-ben az az online együttműködési megállapodás, ami alapot adott a mai kiállításra. Egy picit eltávolodva ettől a központi gondolattól, terjesszük ki a látáskörünket arra a nemzetközi közösségre, ami szintén különböző zsánerben megtalálható. Beszélhetünk itt a klasszikus zenéről, a művészeteknek számos válfajáról, és ezek a közösségek mind összefognak abban, hogy a mai napon például itt sűrűsödjön össze a találkozópont. Köszönjük szépen Brácsa játékát az imént Avakunyi úrnak, akit hamarosan fog követni különböző további játék a Liszt Ferenc Zeneakadémia kedves hallgatóitól, kollégáitól. Ez is mutatja azt, hogy a művészetek találkoznak különböző zsánerek formájában itt és most. Avakunyi úr példájával élve láthatjuk azt, hogy Magyarországon ő megtalálta a klasszikus zenének azt a nemzetközi közösségét, aminek ő szeretett volna a tagjává válni. Eljött ide, itt közösen tanul, látja a lehetőségeket, és a mai napon önökkel így tölti az időt. A kerámia nagyon hasonló ehhez. A kerámia, mint egy nemzetközi közösség, világ minden táján megtalálható. Természetesen a világ minden táján meglelhető kerámia talán más formát öltött, talán más irányba kezdődött el fejlődni. De ha azt vesszük, hogy egy közösség tud egymással kommunikálva közös kapcsolatokat építeni, akkor ennek most egy megtestesülését láthatjuk itt Herenden, ahogyan megjelenik a Mino kerámia is, kommunikálva a helyi porcelánnal és történelemmel. Úgy érzem, hogy ez egy csodálatos jövőbeni barátság és útnak az első lépése. A mostani Mino kiállítással párhuzamosan Veszprémben még egy hétig megtekinthető Néma Júlia művésznőnek a kiállítása is. Ez a kiállítás is nagyon érdekes, hiszen a japán alapanyagok és a magyar alapanyagok ötvözésének abból inspirálódva kialakult különböző formáinak a világát mutatja be. Ezt is szeretettel ajánlom önöknek. Néma Júlia művésznő Gifu prefektúrában, Gifu megyében töltött szintén tanulmányokat, és a tanulmányai alatt megismerte a helyi kerámiának a hagyományait, a helyi alapanyagokat és technikákat. Hozott haza Gifuból agyagot, földanyagot is például, és kiválasztott Japánban, Gifuben két olyan művészt, aki szintén ellátogatott már Magyarországra, itt időt töltött, és Magyarországról vittek haza gondolatokat, alapanyagokat, jövőre ismét ellátogatnak, és az egy év alatt megérlelődött művészeti anyagait tárlatként fogják majd bemutatni. Gifu megyében, Gifu prefektúrában szintén a klasszikus zenei kapcsolatok ápolása is nagyon fontos, hiszen 95 óta a Zeneakadémia mesterkurzusokat tart Japánban, az mesterkurzust elvégzett fiataloknak lehetőséget nyit arra, hogy az itteni Zeneakadémiára felvételt nyerjenek. Nagyon sokan így érkeztek Magyarországra. Mindezek a szálak úgy érzem, hogy összeértek abban az érdem lovak keresztben, amelyet Furuta kormányzó úr kapott a tegnapi nap folyamán, hiszen a zenei kapcsolatok is hosszú éveken keresztül már kialakultak Gifu és Magyarország között, a kerámia és a porcelán kapcsolatok is komolyabbá kezdenek válni. Most bevallom önöknek, hogy én már bejártam a minói kiállítást az imént titokban. Csodálatos! Ahogyan megtekintettem a kiállítást, elmondhatom, hogy a minói ipartestületnek nagyon-nagyon széles skálája felvonultatja itt magát. Természetesen vannak márkák, vállalatok részéről. Természetesen vannak egyéni művészek is. És mindezek között kiemelném az élő nemzeti kincsnek számító művészeket is, összesen 6 főt. A művészek szívüket, lelküket beleadták a mostani tárlatba. Remélem, hogy önök is érdeklődéssel fogják ezt megtekinteni. Most szeretném végezetül tiszteletemet kifejezni minden kedves közreműködő munkája iránt, hogy létrejött ez a kiállítás. A Gifu prefektúra kollégáinak a munkáját
a Herend ZRT kollégáinak a munkáját, és mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy ez a mai nap létrejöhessen. Emlékszem, hogy a Covidnak a legnehezebb napjaiban kötöttük a megállapodást Gifu megyével. Tanultuk az online technikát, időnként elment a kép. Amikor aláírtuk a megállapodást, mindenki a saját példányát felmutatta, megmutatva a másik félnek, hogy valóban megkötöttük ezt a megállapodást, és így indult ez az együttműködés. Már akkor tudtuk, hogy ez nem egy üres szándéknyilatkozat lesz, hanem egy tartalommal feltöltött közös együttműködés. És amely Gifu megye és a Herendi Porcelánmanufaktúra párhuzamosan futó életútjának meccéspontját adják, az a közös kulturális misszió, a felelősség és a közös jövő. Amikor közös misszióról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy mind Gifu, mind a Herendi Porcelánmanufaktúra feladatának tekinti a porcelánművészeti és kerámia művészeti értékek ápolását és megőrzését. Ebből a szempontból kiindulva örömteli számunkra, hogy most Gifu megye művészei múzeumunkban bemutatkozhatnak önöknek. Mondhatjuk azt is, hogy Gifu és Herend kéz a kézben közös misszió itt a Herendi Porcelán Manufaktúrában, hirdetjük a porcelán és a kerámia, mint anyag örök létét. A közös kulturális misszió mellett, ami összeköt bennünket, az a felelősség is. Mind a ketten, Gifu és Herend felelősek vagyunk, a ránk bízott kulturális értékek jövő nemzedékek számára történő átörökítésért. Többet kell adnunk az utókornak, mint amennyit elődeinktől kaptunk, nem felélni, hanem gazdagítani kell a ránk hagyott kulturális örökséget. Jó látni Gifu művészeinek a határon átnyúló és a japán művészetet felvállaló és bemutató szerepét. És ugyanígy a felelősségünk jegyében mi is az elmúlt években számos kulturális kiállítást rendeztünk idehaza és külföldön. Ezek között az egyik leglényegesebb és legfontosabb volt együttműködésünk szempontjából, amikor 2021-ben a Minói Nemzetközi Kerámia Fesztivál keretében Herend fővendégként bemutatkozhatott több egyszerűen már a japán nagyközönség számára. És hogyha beszélünk felelősségről és beszélünk közös kulturális misszióról, akkor beszélnünk kell a közös jövőről is. Örülünk annak, hogy kettől jövő héten megkezdi egy japán művész a Herendi Manufaktúrában való tanulmányait ösztöndíja keretében, amelyet majd folytatni fog egy herendi kollégának Gifu megyében való tanulmánya, megismerése annak a kultúrának, amelyet ma Gifu hordoz. Minden egyes alkalom, amikor kiállítást nyitunk Herenden, az egy ünnep is számunkra. Ünnepeljük ilyenkor a művészetet, akik megajándékoznak bennünket tehetségekkel. Ünnepeljük a művészet szerető közönséget, önöket, akik nap-nap után csodálják a porcelánba zárt varázslatot. És természetesen ünnepeljük a türelmet és a kitartást is, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki az alapanyagok, a festőecset első érintésétől eljusson a műalkotást alkotni képes művészig. És talán erről nagykövet úr is tudna beszélni, hiszen talán kevesen tudják, hogy ő is lelkes herendi kurzusokat látogató hallgató, és ő személyesen is beszámolhat a porcelánfestés, kerámia készítés nehézségeiről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Engedjék meg, hogy az önök jelenlétében is megköszönjem kormányzó úrnak, nagykövet úrnak, Gifu megye előjáróinak, kollégáinknak és mindenkinek, akik kezet adtak Herendnek abban, hogy a mostani közös kiállításunkat itt az önök jelenlétében a Herendi Porcelánmúzeumban bemutathatjuk.
Ezekkel a gondolatokkal hívom Önöket kiállításunk megtekintésére, egyben köszönöm megtisztelő jelenlétüket.